Futólépés Podcast. Erőt, egészséget! Őr István vagyok, futóedző, és ebben az adásban Szász Mátéval, a Színlab sportdiagnosztikai részlegének szakmai igazgatójával fogunk beszélgetni. Olyan fontos területeket is érintünk, mint például a különböző szabadidős sportolóknak javasolt vizsgálatok, utalva itt a különféle biomarkerekre, ásványanyag és vitaminszintekre, továbbá sportdietetikáról, táplálkozásról is beszélgetni fogunk, hogy milyen hatása lehet ennek a teljesítményre, és Máté megosztotta velünk, hogy milyen tapasztalataik vannak az olimpiai csapattal történő közös munka, tehát az együttműködésük kapcsán, milyen meglepő következtetéseket vontak le. Ugye nem a teljes olimpiai válogatottal dolgoztak együtt, nagyjából olyan 80-85 sportolóról beszélhetünk, de így is nagyon meglepő információkat osztott meg velünk Máté. A beszélgetés során konkrét példákat is felhozunk, akár a réz, akár a vas, vagy éppen a B-vitaminok tekintetében. Továbbá konkrét tanácsokat is kapsz Mátétól, hogy hogyan kezd el, hogyan fogj bele, ha szeretnél egy picit tudatosabban készülni, és nem csak az edzéseidre fókuszálni, hanem arra is, hogy mi történik a szervezetedben, mennyire optimális akár az ásványanyagok vagy vitaminok szintje a testedben. És hogyha szeretnéd meghallgatni, megnézni ennek a beszélgetésnek a vágatlan verzióját, akkor csatlakozz a Futástár klubhoz, itt a leírásban megtalálod a klubnak a linkjét. És hogyha szeretnél elmélyülni az egészséges és eredményes futóedzések világába, akkor semmiképp se hagyd ki a Legyél önmagad futóedzője című könyvemet, nemrég jelent meg, közel 400 oldalas szakmai könyv, de nagyon ügyeltem rá, hogy ne legyen egy száraz, unalmas szakmai könyv, és hogy érthető legyen, tehát szabadidős sportolók számára is érthető legyen. Megtaláld a könyvnek a linkjét itt a leírásában, és akkor most halljuk a beszélgetést. Szász Mátéval beszélgetek ebben a podcast adásban. Szia Máté, köszi, hogy elfogadtad a felkérést. Ja, nagyon szívesen köszönöm a lehetőséget. Arra kérnélek, hogy azoknak mutatkozz be, légy szíves, akik mondjuk így nem ismernek, vagy nem merültek el így mélyebben így a szakmai életutatban. Bizonyára vannak egy néhányan, legyünk azért őszinték. Köszönöm a lehetőséget. Szász Máté vagyok, a Színlab sportdiagnosztikai szakmai igazgatója. A szakmai igazgató, tehát nem az egész részleg, nem csak a szakmai részének. A polgári szakmám biológus, az elmúlt közel 20 évet táplálkozással, táplálkozástudománnyal és sportápolyai kiegészítéssel töltöttem. 20 éven keresztül dolgoztam Európa egyik legnagyobb sportápolyai kiegészítő cégének. Először szakmai tanácsadó voltam, aztán több mint egy évtizeden keresztül kereskedelmi igazgató, és utána a SciTech Institute for Sport Performance nevű sportszakmai, sportdietetikai tanácsadó cégnek voltam a szintén a szakmai igazgatója. Az elmúlt, mondjuk lehet mondani, hogy 6-7 évben a sportáplálkozással, sportáplálkozás tudományával foglalkoztam, és a csapatommal olimpikonoknak és sportolóknak a felkészítésében vettünk részt. Úgy, ha úgy nagyon összeszedem, úgy körülbelül 5-6-700 sportoló. A mostani olimpiában nagyon komoly részt vállaltunk, kb. 70 olimpikonnak a felkészülését segítettük, vagy labordiagnosztikával, sportdiagnosztikával, vagy sportdiagnosztikával és dietetikai szolgáltatással. És ezen kívül vannak saját kutatásaink, saját publikációink, amiből egyet már legutóbb egyet most egy pár hete is fogadtak, és rövidesen megjelenik, illetve most egy jó néhány publikációval készülünk, hogy az olimpiával kapcsolatos kutatásokat az eredményt hozunk nyilvánosságra. Igazából, ami talán a nézőket jobban érdekel, hogy oktatással is foglalkozom, több intézménynek tartok szakmai előadásokat, de azt látom, hogy az a sportszakmai ismeret, ami az élsportban egyre nélkülözhetetlen, egyre inkább azt mondom, hogy eszenciális is, nem lehet nélküle tovább menni, az a sportszakmai ismeret az épp úgy leszűrődik az amatőr sportolók szintjére, és azt látom, hogy nagyon sokszor egy jobban felkészült, alaposabban tájékozott egyéni sportoló szakmai ismeretei akár jobban meghaladhatják a professzionális válogatott sportolóknak az egyéni ismereteit. Ugye én azt gondolom, hogy ezekre az ismeretekre egyébként az egyéni sportoknak is nagy szüksége van. Én is így gondolom, tehát így van egy ilyen elképzelés sok szabadidős sportolóban szerintem, hogy mivel ők szabadidős sportolók, és abszolút értelemben a teljesítményük mondjuk nem mérhető egy olimpikon,
teljesítményéhez, ezért mondjuk nekik nincs szükségük olyan eszközökre, sporteszközökre, vagy akár diagnosztikára, mint mondjuk egy élsportolónak. Viszont ez egyáltalán nem így van, mert ugye az az alap, hogy egy egészséges emberről beszélünk, aki sportol, tehát eleve az általános egészségi állapotnak is alapvetően rendben kellene lenni. Ugye láttam, hogy vannak a színlabnál különböző csomagjaitok, erről beszélünk majd a későbbiekben, hogy mennyire elterjedt szabadidő sportolók körében, hogy tudatosan fogják magukat és megkeresnek titeket, és akkor mondjuk egy-egy ilyen csomagra beneveznek, ami ugye tartalmaz egyrészt ilyen biomarkereket, ugye vérképvizsgálat, dietetika, stb. Egyre nagyobb arányban jönnek, de ez nyilván nem mond semmit a hallgatónak, mindenki azt mondja, hogy egyre többen jönnek. Inkább úgy mondanám, hogy ha megengeded egy picit elérjél bennél, amikor 2014-15-ben elkezdtünk élsportolókkal foglalkozni, akkor ez a fajta sportdiagnosztika és ez a fajta dietetikai szükséglet, ismeret, tanácsadás, ez olyan mértékben ismeretlen volt még az olimpiai sportolóknál is, hogy azon egész egyszerűen megdöbbentünk. Tehát amikor 14-15-ben a Rio olimpiai elkezdtünk foglalkozni, együtt dolgozni sportolókkal, akkor ledöbbentett az, hogy egészen-egészen magas szinten mennyire hiányosak az ismeretek, tehát hogy mennyire bíznak abban, hogy a kakaós csiga, meg az ice-te az minden tartalmaz, ami az a dobogó első fokához nekünk szükséges lehet. És azokban az időkben én azt láttam, hogy az amatőr sportolóknak az ismeretei lényegesen magasabbak. Ugye én a fitness iparból jöttem, ha szabad így fogalmazom, ahol a fejlődésed egyéni felelősség kérdése. Tehát, hogyha te elmész egy egyesületbe kajakozni, akkor neked egy dologban biztos lehetsz, te megkapsz mindent az egyesülettől, ami a fejlődésedhez kell, neked egyedül egy felelősséged van, az utasításokat végrehajtani. És a sportolók, a profi sportolók bíznak abban, hogy az edző, az őket támogató szakemberek mindent megtesznek, tehát ő követi a parancsokat, és maxot bedob, akkor belőle a maxot ki tudják hozni. Az egyéni sportolónál nincs ilyen segítség, éppen ezért az egyéni sportoló rá van kényszerülve arra, hogy ezeket az ismereteket ő saját maga szerezze meg, tehát egy picit edzővé válik, egy picit dietetikussá válik, egy picit sportorvossá válik, és ilyenkor jön a jó öreg Google doktor, ugye próbál keresni válaszokat az ismereteire, esetleg eljár előadásokra, stb. A kettő között az a nagy különbség, hogy a kétfajta sportoló másképpen bizonytalan. Ugye a profi sportolónak konkrétan fogalma nincs arról a szakmáról, amit mi csinálunk, de ez őt nem zavarja annyira, hiszen tudja, hogy mi ott leszünk neki, vagy valaki más ott lesz neki, tehát ez rábízza a szakemberek. Az amatőr sportoknál látom azt, hogy ugye mozaikosan jutnak el hozzájuk az információk, bizonyos információkat jobban kiragadnak, és akkor ebből aztán keletkezik bennük egy nagy lelkesülés, néha időnként pánik, vagy úgy gondolnak, hogy értenek valamit, vagy nagyon nem értenek valamit. És mivel bennünk van ez az ösztönös drive, hogy mi jobbak akarunk lenni, mint tegnap voltunk, ha ez nem sikerül, akkor az amatőr sportoló nagyon könnyen vagy föladja, vagy nagyon komolyan elkezdi keresni a megoldást rá. És mi ezt látjuk, hogy a preventív szűrővizsgálatok és a sportszűrővizsgálatok nagyon-nagyon hasonlítanak egymásra, és egész egyszerűen csak az az oka, hogyha a sportolónak a szervezetében valami szuboptimális, az a teljesítményen előbb-utóbb meg fog látszani. És mind jobbak akarunk lenni. Igen. Meg hát ugye csak azon lehet fejleszteni, amit mérünk is. Tehát ebből adódóan is. Valóban a pulzusmérés egyébként, én azt látom, hogy szabadidős sportolóknál is már iszonyatosan elterjedt. Sőt, itt a teljesítménydiagnosztikát is ide lehetne sorolni. Tehát ilyen laktátméréses lépcsőtesztek, hogy azért egyre több szabadidős sportoló szintén részt vesz ilyesmén, szintén a teljesítménymonitorozás, fejlődés, stb. Meg talán a dietetikus is egy olyan, vagy ide sorolható, akihez azért már rendszeresebben járnak szabadidős sportolók is. Itt említettük ezeket a csomagokat a színlabnál. Ugye van olyan, ami kifejezetten élsportolóknak szól, van olyan, ami szabadidős sportolóknak, és hogyha láttam, van olyan, ez a fit control talán, ami kifejezetten konditerembe járó, funkcionális edzéseket végző sportolóknak szól lényegében. Igen. És ugye említetted, hogy az olimpiai csapat is igazából a felkészülésében, olimpiai csapatnak egy részének a felkészülésében ti részt vettetek.
hogyan kellene eldöntenie mondjuk egy szabadidős sportolónak, aki most szeretne ebbe belevágni, vagy szeretne többet megtudni magáról, hogy mit ajánlanál, hogy menjen el egy nagy laborra, egy ilyen általánosabb vizsgálatra, vagy a basic csomagot válassza, vagy hogyha úgyis az lesz a vége, hogy mindent tudni akar, ahogy itt az előbb említetted, hogy azért hajtja a tudásvágy, akkor inkább nevezzen be a pro csomagra, és akkor megkap mondjuk mindent. Erre a kérdésre nincs jó válasz, és azt is elmondom, hogy miért. Ugye, amikor sportolunk és megmérettetünk, akkor képességeket mérettetünk meg. Fizikai képességeket. A képességek mögött élettan van, az élettan mögött biokémia van, és ezt viszont tudjuk mérni. Na de milyen képességekről és milyen biokémiáról beszélünk? De gondoljuk bele mondjuk, hogy van egy állóképességi sportoló, hogyha van egy futó. Hogyha hosszú távú állóképességi számokban versenyez, akkor nyilván nála mondjuk a metabolizmus, az energiaellátás képessége, ami nagyon fontos, az elimináció, a clearance, tehát az, hogy hogyan tud megszabadulni azoktól a metabolitoktól, amik majd utána őt fáradtá teszik, vagy nehezítik a munkáját, illetve mondjuk az oxigénszállítás és a vérképzés azok a paraméterek, amik fontosak lehetnek. De úgy szintén mondjuk egy olyan sportoló, aki rendszeresen nagyobb távokat tesz meg, biztos érdeklődik az iránt, hogy mondjuk az ízületei milyen állapotban vannak. Csak érdekességként említem meg, hogy ugye amikor valaki egy ciklikus sportot űz, mint mondjuk a futás, ahol ugye attól ciklikus, hogy mindig ugyanazt a mozdulatot teszem meg, akkor vannak izmok, csontszakaszok és ízületek, mint az átlagnál jobban terhelek, és vannak, amiket kevésbé. Nyilvánvaló, hogyha van egy ízület, aminek van egy várható élettartalma, én nem tudom, hogy ez az ízület ebben hol áll. Hogyha ez az ízület egy nyugati autóban lenne benne, akkor lenne egy check and gill lámpa, ami időben tudna világítani, még mielőtt probléma lenne. A gond az, hogy bennünk nincsen ilyen check and gill lámpa, és mire a tünetek jelentkeznek, mondjuk egy ízületünk elkezd kopni, és olyan mértékben roncsolódik, hogy annak már fizikai tünetei vannak, és elmegyünk a sebészetre, addigra már több mint valószínűleg túlhaladtunk azon a ponton, ahol a prevenció tudna segíteni. Ha az ízület elkezd roncsolódni, már a legkorábbi stádiumban is, az ízületből bomlás termékek bekerülnek a vérbe, és ezt mi tudjuk mérni. Vannak különböző markerek, amivel ízületi bomlás termékeket mérünk. Ha ezt rendszeresen követjük, tehát mondjuk fél évente valaki ezt ellenőrzheti egy aktív sport mellett, akkor látjuk, hogy a kiugró érték van, és ez azt mutatja, hogy neki valahol valamelyik ízülete elkezdett túlterhelődni, és lehet, hogy előbb-utóbb el fog szállni. Ilyenkor a sportolónak van meg lehetősége időben megtenni a következő lépést, prevenciót alkalmazni, elmenni egy mozgás mintázat szűrésre, mert lehet, hogy nem jó a technika, ahogy fut, vagy kötöttek azért. Tehát számtalan lehetősége van megakadályozni azt az állapotot, amiből már nem nagyon van visszaút. Tehát, hogy ebből is látszik az, hogy nagyon sok paraméter van, amiből lehet választani. Vannak az alapcsomagjaink, de a utánpótláskorú sportolóknak van egy basic csomagunk, van egy pro csomagunk, és van egy XMI csomagunk, de attól függ, hogy mekkora a feladat, amivel szemben állunk. De ezt általában a sportolók saját maguk nem nagyon tudják megítélni. És éppen ezért bevezettünk egy szolgáltatást, egy online vérvétel előtti konzultációs szolgáltatást, ahol nem csak sporttal kapcsolatban, de bármivel, genetikai vizsgálatokkal, immunológiai vizsgálatokkal, autoimmun vizsgálatokkal kapcsolatban is ki tudod kérni szakértőnek a segítségét. Ez egy online vizsgálat, vagy online beszélgetés, a webshopban berakod a kosárba, azt hiszem 5 vagy 6 ezer forint egy ilyen beszélgetés, és van online fél órád a témának az egyik szakértőjével, akinek el tud mondani, hogy mi a problémád, esetleg megmutatod a korábbi leleteket, és meg tudod kérni, hogy segítsen abban, hogy milyen vizsgálatot végezzel. És hogyha ezt a vizsgálatot meg is vásárolod, ennek a konzultációnak az árát, ezt jóvá írjuk. Tehát gyakorlatilag van lehetőséged ingyen a szakma egyik legjobbjával megkonzultálni. Ez azért nagyon jó, mert a Szilav egy hatalmas nagy cég, majdnem 1000 dolgozója van, és hát kb. 100-120 nagyon komoly szakorvosunk van, akik mind mesterei az adott területnek, és nagyon-nagyon nem mindegy, hogy mit ígszál be az ember, és tudom az eredményeket hogyan értelmezni. De én, bár vannak csomagjaink, egyébként nagy híve vagyok annak, hogy akár csak egy 15 perces beszélgetés során ismerjük meg az igényeket, meg ismerjük meg a tipikus tüneteket. Például, ugye sportolónál az egyik tünet a fáradás. De nagyon nem mindegy, hogy hogyan fáradunk. Egy sportdiagnosztának annyi szava van a fáradásra, mint ahogy az eszkimónak a hóra. Tudod, tehát a külön nagyon sokfajta fáradást ismerünk, és amikor egy
5 percet beszélgetünk arról, hogy te hogyan fáradsz el, mikor mit érsz, hogyan pihened ki magad, ebből mi már tudjuk, hogy mit kell nézni, mert a különböző mintázatok minek lehetnek a tünetei. Ugye az elmúlt hónapok során néhány száz élsportoló végeztünk vitamin és nyomelem vizsgálatokat, ezek közül körülbelül 80-90 volt olyan, aki részt is vett a tokiói játékokon, a tokiói olimpián. Nagyon meg voltunk lepődve, hogy azok a sportolók, akik ugye Tokión részt vettek, azok, hát ők reprezentálják a nemzet legjobban felkészült, legprofit sportolóit, akikkel a legprofit csapatok dolgoznak. Hogy milyen mennyiségű vitamin és nyomelem hiányt tapasztaltunk körülben, az egész egyszerűen döbbenetes volt. Tehát 50-nél több vitaminhiányt, 47 körüli súlyos nyomelem hiányt tapasztaltunk, 18 esetben láttunk túladagolást, jelentős mértékű túladagolást. Ebből nagyon egyszerűen le lehetett szűrni azt a következtetést, hogy a sportolók nem ismerik a nyomelem és vitaminbevitelüket, tehát amikor megeszel egy napi étrendet, vagy megeszel egy gálkáposztafőzéket fasírtal, ebben mennyi volt a cím, mennyi volt a rész, mennyi volt a szelén? Hát abszolút a fogalmat sincsen. De igazából azt sem tudod, hogy mennyire van szükséged. És vakon bízol abban, hogy hát biztos, amire szükségem van, az pont benne volt a kelkáposztafűzőjében. De ez a legritkább esetekben van így. De azt látjuk, hogy elképesztő nagy számban vannak hiányok, ráadásul az is egy nagyon érdekes dolog, hogy hiányokat látunk azoknál a sportolóknál is, akik szednek valamilyen vitaminkészítményt. Sőt, nagyon sok sportolónál egyszerre látunk hiányt és túladagolást. Tehát állatérdekes, tipikus mintázata az, hogy a sportolónak pantoténsavból túladagolása van, B1 vitaminból meg hiánya. Nyilván ennek az az oka, hogy mondjuk pantoténsavból az őse szervezete kevesebbet használ föl, mert egy robbanékonysági sportot űz. A vitaminban, ami van pantoténsav, az eleve több, mint ami neki kell, hát ugye ez akkumulálódik folyamatosan, tehát ennek az értéke megy föl, de B1 vitaminból sokat használ föl, többet, mint ami a vitamin készítményében van, ez folyamatosan fogy. Erre nincs az a dietetikus, nincs az a szakember, aki erre rá tudna jönni laborvizsgálat nélkül. És ilyenkor mit szoktak csinálni a sportok? Szedik a multivitamin, eszik a vegyes étrendet, és hát nagyon bíznak benne, csuriba vannak, és nagyon bíznak benne, hogy majd biztos találkozik valahol a végén, és minden kiegyenlődik, és minden jó lesz, de nem. De nem. Tehát például, ha megengedett, hogy ilyen sokat beszéljek, nekem a részhiány vált az én kis gumimacimmá, mert a sportolók egy jelentős része részhiányban küzd, és a szakma ezt a fogalmat nem nagyon akarja elfogadni. Nagyon sok szakember dietetikus van, akik egyébként kitűnő dietetikusok, de még mindig úgy gondolják, hogy a rézzel nem kell foglalkozni, mert abból pont eleget viszünk be. Elég rezet viszünk be, csak nagyon sokat izzadunk ki. Egy pár liter verejtékkel a napi teljes vízbevitelet ki tudod izzadni. Hogy miért probléma a részhiány? Hát azért, mert vérszegénységet okoz. Épp úgy okoz vérszegénységet, mint a vashiány. Számtalan olyan sportolóval találkoztunk, akinek vérszegénysége van, tolja a vast hosszú idő óta, folyamatosan szedi a kiegészítőket, a vas szintje rendezett, de nem javul a hemoglobin szintje, nem javul a vérképzése. Számtalan ilyen sportolónál azonosítottunk a háttérben részhiányt, amire senki nem gondolt. A részpótlás rendkívül egyszerű, csak meg kell csinálni, egy borzalmasan olcsó dolog. Nagyon-nagyon sok sportolónál láttunk részhiányt, egy harmadánál az olimpián részvevő sportoknál, nagyjából egy harmadoknál azonosítottunk részhiányt, és ez csak egy a nyomelemek sorában. Hogy gondolj bele, hogyha valaki amatőr sportoló, akkor ugye azért jobban leterheli a szervezetét, mintha nem sportolna, de hány olyan amatőr, tehát hány olyan embert ismersz, aki egyszer csak egy kicsit fáradtnak érzi magát rendszeresen. Én baráti körömben megkérdeztem a korombeli ismerősöket, hogy kipihenten szoktak-e ébredni, és itt buta arccal néztek rám, hogy kipihenten ébredni. Nem is emlékszünk, hogy mikor emlékszünk. De emlékszel, mikor ébredték igazán kipihenten? Tehát a fáradtság a dolgozó és mellette sportoló emberek életének a teljes természetes részévé vált, az én fáradtnak érzem magamat. Azon már nem is lepődök meg. És nagyon sok esetben ezek a mögött, a szubklinikai fáradtságok mögött valamilyen nyomelem vagy vitamin hiány van, amire egyébként soha az életben nem jönnél rá, ha ezeket nem vizsgáltatod meg. És ezeknek a laboroknak az értelmezésért például nem kell semmilyen segítség, mert a napnál világosabban látod, hogy mennyire kéne lenned, és hogy mennyi. Tehát, hogyha alacsonyabb az elvitamin szinted, akkor tudod, hogy hát elvitamin kell pótolni. Igen, de
Lényegében ezek így valahogy össze is kapcsolnak, tehát így elindul a lavina, hogyha most a rézről beszélünk, akkor ugye a réz és a cink aránya, ez is egy fontos a szervezetünkben. De akár a D-vitamin aktív formájának a szintézise, ez is talán a réznek, vagy a réznek fontos szerepe van ebben. Tehát ezek így összeérnek. Ha már így belementél, egyébként ez nagyon tetszik, hogy látszik, hogy beleolvastál a cink és a réz, azok, tehát a cink átolja a réznek a hasznosulását, vagy a felszívódását, de azt látjuk, hogy a fokozott cinkbevitel az részhiányt okozhat, vagy legalábbis együtt jár, és nagyon-nagyon sok sporton látunk, tehát az egyik leggyakoribb túladagolás az a cink túladagolás volt. Az étrend egyébként adott esetben a sportoló étrend rengeteg cinket tud tartalmazni, ráadásul a sportolók ugye tudják, hallották, olvasták, hogy a cink mindenhez kell, és azt úgy szívesen szednek cinket, meg még a multivitaminban is van cink, meg az étel is elég cinket tartalmaz, és ez a kettő abszolút összejátszik, igen. Úgyhogy ez egy, ahogy mondtad, az arányok nagyon-nagyon nem mindegyek. Ugye vitaminoknál ugyanilyen arány kérdések vannak, például a folsav és a B12 esetében. Van egy ilyen, a B12 vitamin szükséges a vérképzéshez, de ahhoz, hogy a B12 aktiválódjon, ahhoz folsavra van szükség. És hogyha a B12 mennyiség vagy aránya nem megfelel a folsavhoz képest, akkor egy úgynevezett folsav csapda nevű biokémiai állapot áll elő. A folsav az aktiválódik, de nem tudja átadni azt az aktív csoportot a B12-nek, amire szüksége lenne, és ezért onnantól kezdve a folsav további munkából kiesik, és funkcionálisan egyébként folsav hiányos állapot alakul ki a szervezetekben, úgyhogy magas a folsav szinten, azért, mert a B12 nem elegendő hozzá. Végeztünk egy ilyen számítást is, arra, hát ugye látjuk, hogy vannak sportolók, akiknél nagyon jó a folsav szint, vannak, akiknél nagyon jó a B12 szint, hogy ezek ritkán mozognak párhuzamosan. És végeztünk erre is számításokat, hogy mekkora a diszparitás a két érték között, tehát hogy mennyire mozognak külön ők, mekkora az aránytalanság a bevitelben, és nagyon nagy. Ugye, javarészt azt láttuk, hogy ezek szinte csere viszonyban vannak egymáshoz képest. Ha valaki nem szed vitaminkészítményt, de a folsav az inkább a növényi komponensekben, zöldleveles növényekben van benne, a B12 még inkább húsok, májak, belsőségek, stb. Általában, aki több húst teszik, az kevesebb zöldséget, és fordítva. Fordítva változik ezeknek az aránya, az anyagcserén viszont nem ehhez van szokva. Tehát nem csak arra kell figyelni, hogy az egyes vitaminok mennyisége milyen, hanem az arányuk milyen. Ennek majd még később egészen biztos, hogy komoly megfejtéseket fog ezt szolgáltatni. Itt a folsavval kapcsolatban, ha már így belementünk, ugye itt ugye sok multivitaminban, meg vitaminban folsav van, és itt a folát, vagy akár a metilfolát, ugye, ami talán fontosabb annak a bevitele, hogy ezzel kapcsolatban neked mi a záráspontod mondjuk a folsav szedése? Tehát, hogyha magában ilyen babaváró, meg hasonló vitaminokban is vannak, hogy szabad-e folsavat szedni, vagy inkább törekedjünk arra, hogy folátot, és akkor amit mondtál, hogy zöldségekből és ilyenekből bevinni. Ezzel kapcsolatban az a jó hírem, hogy ugye amikor én azt mondom, hogy mérik a folsavnak a szintjét, akkor valójában nem csak a folsav szintjét, tehát nem csak a folsav szintjét mérjük. A folsav önmagában az nem aktív, ha ezt tetrahidrofolsavval kell, hogy alakuljon a szervezetünkbe, és így vesz részt azokban az enzimatikus folyamatokban, amiért ő ott van, amit tudja elvégezni a feladatát. A tetrahidrofolsav az úgy szintén mérhető a vérből, és a vizsgálataink során ezt az úgynevezett aktív folsavat, vagy a tetrahidrofolsavat is mérjük. Tehát ez is benne van a mérésben, és ez egy nagyon fontos információ. Tehát mi nem csak a folsavnak a mennyiségét látjuk, hanem a tetrahidrofolsavnak a mennyiségét is látjuk, és ilyen szempontból ez jó. Látható, hogy a vitaminoknak az aktív formáját nagyon sok esetben nem tudjuk így szájon keresztül bevinni, tehát hogy nincsen olyan kiegészítő, étrendkiegészítő, de vannak olyan formák, amik hatékonyabban szívódnak fel, és hatékonyabban alakulnak át a vitamin aktív formájává. Ugye ilyen mondjuk a metilfolsav, amit mondtam, a metilfolát, a sima folsav helyett, az hatékonyabban alakul át tetrahidrofolsavvá, tehát a folsav aktív változatává. A B12 esetében ugye tradicionálisan cianokobalamint használunk, tehát amikor B12 vitamin szedsz, az cianokobalamin. A B12 vitamin a szervezetben az kobalamin. Nem cianokobalamin, az kobalamin. A
Van egy másik formája a B12 vitaminnak, amit a hatóanyag forma, amit be lehet szedni, ez a metilkobalamin. Ez is kapható patikában, illetve vannak már készítmények, amiben ez is megtalálható. És azt mi látjuk is, hogy ezekkel hatékonyabb eredményeket lehet elérni. Mi például a lehetőség szerint olyan B12 készítményt adunk a sportolónak, ami metilkobalamint is tartalmaz. Tiszta metilkobalamin készítményt olyan formában, amit mi adhatunk a sportolónak, tehát olyan megbízhatósági sztenderdekkel rendelkező Magyarországon nem ismerek. Ha van, akkor nagyon kíváncsi lennék rá. De azért olyan, éppen ezért olyat adunk, ami ebben is, tehát amiben ez is megtalálható. Úgyhogy ebben abszolút igazad van. Tehát nagyon sok esetben vannak jobb formátumok. Azért nem, a vitamin készítményekben azért nem ezek a jobban felszívódó reform formulák terjedtek el, mert éveken keresztül ezek Magyarországon nem voltak engedélyezett összetevők. Tehát egész egyszerűen mondjuk az aszkorbinsavból ugye van kálcium aszkorbát, vagy aszkorbinsavnak aminosavhoz kapcsolódó változata is. Ezeknek úgy tudjuk, hogy jobb a felszívódása, de ennek ellenére ezek éveken keresztül nem voltak Magyarországon engedélyeztetve, ahogyan a metilfolsav vagy a metilkobalamin sem. Én úgy emlékszem, hogy 3 évvel ezelőtt engedélyezték ezeket a formákat Magyarországon hivatalos étrend kiegészítőkbe. Én szerintem egész egyszerűen a piac még nem tud rá reagálni megfelelőképpen. Már van 1-2 cég azért, akit látok, akiket hoznak be, de az biztos én is ezeket szedném. Hogyha valaki mondjuk nézi ezt az adást, és most azt gondolja, hogy ott van a vérképe a kezébe, 1/2 éve csináltatta, és itt billeg, hogy most akkor neki érdemes-e egy valamelyik csomagot kiválasztani, vagy jó az neki, és esetleg vannak olyan értékek, amik mondjuk arra adnának okot, hogy tudom én, érdemes lenne ezt újra megcsináltatni, vagy egy kiegészítő, egy szélesebb csomagot. Melyek azok a paraméterek, amiket érdemes ilyenkor mondani? Most nyilván nem menjünk végig egy vérképvizsgálatnak az összes biomarkerén. Mondjuk mi az, amire te azt mondanád, hogy ha valaki ezt látja, egy szavidő sportoló, akkor neki azért érdemes lenne ezzel egy picit jobban foglalkozni, akár ez a kreatin kináz, ugye, amit az izomszövet sérüléséről adhat nekünk információt, de akármilyen gyulladásos paraméterek esetleg, csak így. Csoportokat mondanék inkább. Ugye ilyen, hogy nagy vérkép ilyen nincs meg. Nagy rutin meg nagy vérkép, ezek a fogalmak nem léteznek, tehát ezek nem ilyen kész fogalmak. Amikor elmész egy házorvoshoz, és ő úgymond a nagy rutint kéri, az tartalmaz 30-35 paraméter. A szillabnál most már 6000 paramétert tudunk mérni, tehát marha nehéz összeállítani, hogy adott sporton mire van szükség. Ennyi paramétert egy emberi nem tudunk levenni, mert nincs az a mennyiségű vér, meg pénz, amivel ezt meg lehetne vizsgálni. Ugye tehát a paramétereket nagyon jó csoportokba lehet rendezni. Nyilván a hematológiai, tehát a vérképzési paraméterek azok, amiket teljesítmény sportolnál mindenképpen számítanak. Tehát egy erős sportolnál nem. Ha valaki állóképességi sportot folytat, ahol a magas az oxigén felvétel, nagyon jól tesz, hogy a vérképzését ellenőrizteti, mert a sportban a vérszegénység kimondottan gyakori. A nagy sport teljesítmény, a nagy aerob és az anaerob teljesítmény idézőjelben zabálja a hemoglobin, tehát fogyasztja a hemoglobin, és hogyha rosszabb a hemoglobin ellátottságom, akkor rosszabb lesz az oxigén szállítás, és nyilván limitálni fogja a teljesítményemet. Ezt abból veszem észre, hogy korán savasodok, és magas a pulzusom, vagy lassan csillapodik a pulzusom. A másik ilyen nagyon fontos paraméter szintén állóképességi sportolóknál a kiválasztás. Ugye ahhoz, hogy jól tudjak teljesíteni fizikailag, ahhoz kell az, hogy energiát jól elő tudjak állítani, illetve hogy a bomlás termékeket jól el tudjam távolítani. Az eliminációt, a bomlás termékek eltávolítását nagyon sok esetben a vese végzi. Ha jó a vese funkció, jó a vese filtráció, könnyen megszabadulok a bomlás termékektől, és nem lesznek, itt csúnyán fogalmazva, nem lesznek útban az izommunkához. Vannak olyan bomlás termékek, akik kimondottan nagyon útban tudnak lenni, ilyen a karbamid, amely angol leleteken urea, úgy hívják, ami egész egyszerűen izommunka során szabadul föl, és hogyha az értéke elér egy bizonyos szintet, mondjuk 8-8,5 fölött, az fáradtabbá tesz, és nem csak fizikailag, hanem szellemileg is. Ilyenkor látjuk azt, hogy a sportoló szellemileg egy kicsit tompább, fizikailag fáradtabb, sokszor nagyon szomjas. Ha látunk egy ilyen magas karbamid szintet, akkor tudjuk, hogy a verseny egyelőre nem tud megbirkózni ezzel a kiválasztási feladattal. Ilyenkor vannak megoldások, vannak beavatkozási pontok. Nyári időszakban, és most még igazából az van, mert ha jól látom, hogy 27 fokot mutat a hőmérő kint a napon,
az ionok a UCT-n nagyon fontosak. Ugye a legfontosabb ion a vérünkben a nátrium. Marha egyszerű a mérés, és nagyon olcsó, mert 170 forint most egy nátrium meghatározás. De azért fontos mérnünk a nátriumot, mert a verejtékkel rengeteg nátriumot izzadunk ki. Gondolj bele, hogy mondjuk egy átlagos sportoló, mondjuk egy liter verejtéke 900 mg nátriumot tud tartalmazni, de van, akinél 3000 mg-ot mérünk literenként, és egy liter ásványvíz, az pedig mondjuk 60-70 mg-ot tartalmaz, vagy 80-at. Ugye kiizzadsz 900-at, megiszol 80-at. Megint izzadsz, kimegy 900, megint megiszol 80-at. Elég könnyű belátni, hogy pillanatokon belül, vagy elég rövid idő alatt lecsökkenhet a nátrium tehát raktára a szervezetnek, és hiponatrémia, alacsony nátrium szint alakulhat ki, ami már enyhe mértékekben is nagyon komolyan csökkenti a teljesítményünket. Elsőben a teljesítmény csúcskomponensek, az idegrendszeri komponenseket, tehát nem leszünk elég összeszedettek, fáradtak leszünk, szomjasak leszünk, rosszabbul fog menni. Mi azért szeretünk előtte beszélni a sportolóval, mert sokkal jobb, hogyha tünetek vezetik ezeket a szűréseket. Én magam azt gondolom egyébként, hogy a szűrővizsgálat szinten egy általános szűrővizsgálat mellett a multivitamin és a nyomelem vizsgálat az, aminek a legtöbb értelmét látom tünetek nélkül is. Ezért is lett, mert ugye itt most csomagokról beszéltünk, ilyen egyszeri elvégezhető csomagokról, de hogy láttam, van olyan, ami mondjuk ilyen negyed évente akár ismétlődhet, meg pont láttam olyat, hogy van valami havidíjas konstrukció is, ez a dietetikára vonatkozik csak? A dietetikára vonatkozik a havidíjas konstrukció, ugyanis igen, ennek az a érdekessége, hogy gyakorlatilag egy alkalmas ügyfeleink nincsenek. Mi azzal a klasszikus tanácsadással, hogy eljössz hozzánk, beszélgetünk, mondunk neked valamit, ezzel nem nagyon foglalkozunk, illetve van erre is példa, de ezt kerüljük, ugyanis azt veszük észre, hogyha egy sportoló hogy nem elég a tanácsot meghallgatni, meg is kell fogadni. Ez egyik. A másik az, hogyha most egy sportoló kap tőlünk egy másfélórás beszélgetésben 20-30 tanácsot, úgy azt látjuk, hogy lejegyzetelni nem nagyon szokták, nem nagyon tudják, akkor abból, mikor távozik az ajtón, az öt számára legszimpatikusabb fog megmaradni fejbe. Tehát gyakorlatilag úgy azt gondolom, hogy annak túl sok jelentősége, túl sok impaktja az ő teljesítményre nincsen. Éppen ezért mi szeretünk étrendet írni, ahol konkrét mennyiségeket kap. Ugye az érdekes, hogy a sportolónak az étrend igények folyamatosan változik. Tehát ez nem olyan, hogy valaki egyszer kap egy jó étrendet, és akkor azt ugye négy évig vagy fél évig. Folyamatosan változnak az igények. A terhelés is változik, most savasodik, most beteg volt, most kihagyott, most elhízott, most eltört valamilyen, stb. Tehát mindig változik. Hát vannak olyan ügyfelek, akikkel több mint két éve dolgozunk folyamatosan. Nekem van speciális olyan kis sportolóm, akivel három éve egy külföldi úszó, kisasszony, nem, negyedik éve dolgozunk, bocsánat, együtt, és minden hónapban folyamatosan együtt dolgozunk, és folyamatosan állandóan változtat, tehát agyusztálni kell az étrendet, hiszen mondjuk fejlődik. Ugye ne feledkezzünk meg, ugye eddig nem volt róla szó, mert a hobbi sportokról beszéltünk, az utánpótlás sportnak a jelentőségéről. Nekem az utánpótlás sport amatőrbe is, egyénibe is a nagy kedvencem. Szerintem azzal érdemes a legtöbbet foglalkozni. Nyilván az emberi időkor, bizonyos kor után úgy érzi, hogy a gyerekekben van a jövő, ez már csak a hajam vajszalem hiányából is látszik, hogy magam is így vagyok vele. Ugye utánpótláskorban fantasztikus fejlődéseket lehet látni. Tehát elképesztő lehet. Engedd meg, hogy egy személyes példát elmondjak. Annak idején volt lehetőségem együtt dolgozni. Az egyik híres olimpikon kajakosunk által edzett fiatal kajakos sportolókkal, utánpótláskorú kajakos sportolókkal, Csepeli Dunapa, Kis Dunaparton, és láttam azt, hogy ezek a 10 éves sportolók, akik ugye fornetéztek, ájsztáztak, stb., amikor átálltak egyszerűen egy nem specializált, csak egy egész egyszerűen sportétrendre, hogy egy-két hónap alatt milyen változásokon mentek át, hogy az valami hihetetlen volt. Kőbárita volt az edző, akivel, az egykori olimpikon az edző, akivel hosszú időn keresztül tudtunk együtt dolgozni, és egyszerűen fantasztikus volt látni azt, hogy ezek a kis fiatal sportolók rövid idő alatt úgy megindultak, úgy elkezdtek fejlődni, hogy jó volt látni a szemnek. Ugye a fiatal korban nagyon nagy a biológiai potenciál benned, és hogyha ezt egy picit is megtámogatod, az nagyon hálás. Ráadásul nem csak azért fontos ezt megtámogatni, mert sikeresebb lesz a sportoló, hanem azért gondolj bele, hogy mondjuk van egy 22 éves sportoló,
Az a srác a fizikumának a 95%-át van már 17-18 éves korában rendelkezett. Tehát, hogy ő, ha látsz egy 12 éves sportolót, ó, hát kis csevevész. Ha látsz egy 17 éveset, az már egy nagy felnőtt. Igaz? Tehát ő egy 5 év alatt elképesztő, hogy fizikailag mit építenek föl, és 17-18 éves kor után is persze változnak, de ott már a változás mértéke ehhez képest elenyésző. Tehát egy utánpótlás korú sportolónak van egy 5 éves időablaka, amikor fölépíti az ő jövőjét. Fölépíti az izületeit, a vérképzését, a csontvelejét, és a izmait, az idegrendszer, stb. Ha akkor megkapja ezeket a tápanyagokat, amire szüksége van, akkor egy sikeresebb sportoló lesz, és egy boldogabb felnőtt. Tehát látszik ezek a nagy sportolókon, amikor 22 évesen ránéz, hogy esküszöm jó ránézni. Látod, hogy benne van a pakliban, él, tudja habzsolni az életet, bírja a szervezetet, ez egy jó látvány egy szülőnek, meg a magamfajta vén medvének is, és olyan rossz látni, amikor nyomorultak, ezeket nem kapják meg, és látod ezeket a kifáradt, kimerült, kétségbeesett, depressziós kis 20-valány éves sportolókat, akiknek nem jött össze. Szóval én azt gondolom, hogy az utánpótlás korban akár profi sportoló, akár amatőr sportoló abban a legfontosabb tudást fektetni. Hát most akik nézik ezt a videót, biztos többségben felnőttek, de hát ugye ott a következő generáció, tehát jelentős mértékben tudnak azért tenni, hogy egészségesebbek és jobb sportolók legyenek. És én is ezt szoktam egyébként mondani felnőtteknek is, hogy ugye van, aki már annyira belecsavarodik így az edzésmódszerekbe, meg minden, hogy még egy picit jobb legyen, még egy picit jobb legyen, és ilyenkor szoktam azt mondani, hogyha mondjuk megnézem az edzéstervét, hogy igazából itt lehet, hogy már ezt nem lehet tovább csiszolni, tehát már elérted azt, hogy jelenleg erre vagy képes az edzésmunkában, de hogyha a regenerációt, de hogyha a táplálkozást, meg úgy alapvetően egy kiegyensúlyozottabb hétköznapi életet tudnál élni, kevesebb stresszel, akkor megjönne az a szintugrás, amire igazából vársz, és már nem lehet jobban szénné csiszolni az edzéstervet, meg a különböző módszereket, hanem egyszerűen táplálkozás, regeneráció, és akkor majd megjönsz igazából. Jó van, Máté, figyelj, nagyon szépen köszönöm, hogy elfogadtad ezt a felkérést, és hogy ilyen jót beszélgettünk. Ezeket a linkeket itt a videó alatt megtalálják majd, akik nézik ezt a beszélgetést, és akkor további sok sikert kívánok nektek. Nagyon szépen köszönöm a lehetőséget. Sziasztok! Hogyha tetszett és hasznos volt számodra ez az adás, akkor létszi, értékeld 5 csillaggal, ezáltal előrébb fog minket sorolni az algoritmus, és még több futóhoz érhet el ez a beszélgetés. További sok sikert kívánok az edzéseidhez, eredményes és sérülésmentes futásokat kívánok, tartsd a futólépést továbbra is! Futólépés Podcast. Tartsd a futólépést!